többé lehetünk. Igen, tessék mondani akkor részleteket. Igen. Most megyünk éppen a metróhoz. Mindjárt, igen. Igen, mindjárt megyünk a metróhoz autóval. És akkor kb. Fél óra, amíg odaérsz a... Milyen Dorzsanyi-Gyurcsa. Dorzsanyi-Gyurcsa, igen. Aztán kezdődhet a buli. Ja, hát onnan meg elmegyünk a Szeged étterembe. Aha, ez jó. Itt meg is ér. És most ott itt a TV. És itt a mester főhadiszállása. Tessék, ugye, panoráma képernyő, meg minden. Még az élességet, az tulajdonképpen a nagy gyűrűn, az első gyűrűn, nem a második gyűrű, az a zoom, igen, azzal látod az élességet. Na most ahhoz kell, hogy az... Hogy szépen lesz. Igen. Uh-huh. De nyomja nyugodtan azért most, hogy közben rajta vagyok, az nem számít. De most piros pontot látod a jobb felső sarkába? Aha. Uh-huh. Jó. Ha lehet látni, akkor az annyit jelent, hogy elméletileg. Ezt nem autofókuszál? Nem. Hát ez a probléma vele, hogy a tükör, pont a tükör miatt, tehát mert most föl van csapodva a tükör, és nem tud autofókuszt. Igen. Olyankor előtte be kell állítani az élességet, az is lehet, hogyha autofókuszra teszem, de akkor csak az a felvétel előtt, a megindítása előtt. Ja. Elvágynak. Hát nem muszáj állványt, mert kezedbe is tarthatod, csak hogy... Ja. Szóval nem borscs. Nem. Jó. Ez ilyen direkt nyári. Lehet, hogy még lehetne kicsit hidegebb is. Igazából hát azt hittem, hogy ma meleg lesz. De kellemes ez. Nem, nincs ez a semmi gond. És akkor ezt kaporral lehet enni? Jó. Vagy hát kóstold meg nélküle, utána persze. Kaporral, meg tejfölt is lehet. Jó. Bele. Csak annyi ugye, hogy a levest, azt ugye a vizet fel kell forrni. Kérem. Mit készülnek itt fel? Lazat. Cukini. Cukini. Marika, legközelebb majd te is jössz. Na ugye. Reméljük. Persze, megy ez, hát hogy ne. Elképzeljük, hogy Marika is itt van velünk. Jó, Marika is van. Nagyon jól megy ez neked. Ja. Ja, jó.